Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és azt hiszem, hogy a köszöntés szinte formális is, ugye köszönteni azokat szoktuk, akikkel esetleg még nem találkoztunk. Itt azt mondom, hogy színházat szerető, a színházat belülről érző és értő emberek vannak együtt, tehát azt is mondhatom, hogy Isten hozta önöket itt, a színházban. A Nemzeti Színház valóban fontosnak tartja, hogy tágra nyissa a kapuit. Ez sokféle módon is érthető. Úgy is, hogy hivatásos színházak otthonra találnak, a Nemzeti Színházban bemutatkozási lehetőségre találnak, határon túlról, határon innenről. Úgy is, hogy nagyon örülünk, és a számok ennyiben is beszédesek, hogy kis településeken, ahol esetleg újra feltámad a színház, mert talán vannak ezek között is olyan települések, ahol már létezett valamikor, tán a két világháború között, és újra éled, vagy most támad kedve arra, hogy színházzal töltsék meg az életet a településen, hétvégeken, ünnepeken, de akár akik játszanak, azoknak hétköznapokon is. De jönnek hozzánk fiatalok is, középiskolások, akik évente egyszer éppen a Pajta Színházi hétvége előtt a Magyar Kultúra Napján jönnek a gimnazisták játszani, akik minden évben nagy lelkesedéssel készülnek arra, hogy a Nemzeti Színház nagy színpadának deszkáira lépjenek. Némely visszatérők már enyhe bentfentességgel mondják azt, hogy hát amikor én a Nemzeti Színházban felléptem. Ezt most már önök is mondhatják, illetve január 27-28-án mondhatják, felléptünk a Nemzeti Színház színpadán, ami azt is jelenti, hogy egy közösség vagyunk, és önök nélkül talán a piramis teteje, a Nemzeti Színház is másféleképpen létezne, mert akik egyszer belülre kerülnek, varázskörök belülre kerülnek, azok egészen biztosan másképpen néznek előadásokat, másképpen szeretik a színházat, és én csak azt tudom kívánni önöknek, a játszó embereknek, a települések képviselőinek is, hogy minél többen élhessék meg ezt az örömöt. Folytassák a színházat, folytassák a játékot, akkor is, amikor ez esetleg már kikerül ennek a Pajta Színházi mozgalomnak, szerveződésnek a fényköréből, maguk örömére, a település örömére, egymás örömére. Nagyon szép elkövetkező napokat és készülődést kívánok! Köszönjük szépen!